Pécsváros híradója. Augusztus 26-án szerdán Önök a Pécs TV híradóját látják. Jó estét kívánok! Röviden néhány hír és esemény városunk életéből, a Pécs ma esti témáiból. Megkezdődik az önkormányzati közgyűlés őszi ülésszaka. Akinek nem jut kollégiumi hely, kereshet albérletet. Számláz a Dédász, de sok a reklamáció. Az írásos napirendi javaslat szerint 36, de várhatóan ennél jóval több előterjesztés szerepel a pécsi képviselőtestület nyári szünet utáni első közgyűlésén. A holnap reggel 9 órakor kezdődő ülést a Pécs TV élőadásban közvetíti. A nyári szünet idején a Jogi Igazgatási és Ügyrendi Bizottság gyakorolta a közgyűlési hatáskört, s határozott a halaszthatatlan ügyekben. Ezekről a döntésekről számol be a bizottság a holnapi közgyűlés kezdetén. Az októberi helyhatósági választások előkészületeinek részeként holnap a testület megválasztja a helyi választási bizottság tagjait is. Az idei évben Pécs jelentős évfordulót, a 25 éves Pécs Eszék testvérvárosi kapcsolatot ünnepli. A közgyűlés holnap dönt a jubileumi testvérvárosi szerződés megerősítéséről. Várhatóan napirendre kerül az új induló vízi közműves fejlesztések előkészítése. A mecseki fejlesztések Donátus, Szkóko, Dánydol, Bálics, cél és címzett támogatást nyertek a központi alapokból. A munka megkezdése tervfelülvizsgálatokat is igényel. A szabolcsi csatornázás sajnos nem nyert céltámogatást. A bizottság a pályázat megismétlését javasolja. A rükkeraknai helyzet megoldásáról szóló előterjesztés is napirendre kerül holnap. A testület tárgyalni fog a peremkerületeken elhelyezkedő nyomornegyeddé válással fenyegetett lakóövezetek problémájának kezeléséről. Több iskola a kollégium felújításáról is határoznak holnap, többek között a Papnövelde utcából elköltöző általános iskola és diákotthon építőkúti épület felújításának többletköltségéről is dönteni kell. Szó lesz még a pécsi kereskedelmi központba tervezett nyílt árusítású tanüzem létrehozásáról. A vendégváró egységben diákok gyakorlati képzése valósulna meg. Mindemellett számos támogatási, ingatlan és lakásügyről is dönt a képviselőtestület a reggel 9 órakor kezdődő közgyűlésen a Városháza nagy termében. Néhány nap múlva itt a szeptember és vele az iskola kezdés. A sok újdonság mellett előkerül a régi kérdés, hol lakjon a diák, ha nem kap kollégiumi elhelyezést. A Janus Pannonius Tudományegyetem hallgatói közül az őszi szemeszterre 3700-an adták be a kollégiumi férőhelyre vonatkozó igényeiket. Közülük csak 2830-an nyertek elhelyezést, így a többieknek albérletet kell keresniük. Nagy Izabella első évesként Szegedről érkezett, most ismerkedik Péccsel és kényszerűségből az albérleti árakkal. Én azt hiszem, hogy jobb albérletbe lakni, mint kollégiumban, viszont lényegesen drágább. Én úgy gondoltam, hogy egy olyan 10.000 forintba bele fog férni, de most láttam, hogy van ilyen 15.000 forintos is, 14.000 forintos is, viszont vannak tényleg ilyen olcsóbbak, amikor csak 5.000 forintot kell fizetni plusz rezsit. Ez úgy szerintem megfizethető. Az albérlet közvetítő irodák általános tapasztalata, hogy szeptembertől az albérletek drágábbak lesznek, de a diákok csak egy-két napot szánnak a leendő lakhely kiválasztására. Lakásbérlésre legalább egy-másfél hetet kellene hagyni, tehát semmiképp nem szabadna egy nap alatt ezt egész éves döntést így mond meghozni. Tehát a diák, most ha én diák lennék és lakást szeretnék bérelni, akkor legalább egy 15-20 címet végtelefonálnék. A megoldást a még mindig függőben lévő albérleti támogatás is segíthetné, de mindenképpen alapvető szemléletváltozásra van szükség ahhoz, hogy az egyetemi diákok lakhatósága megnyugtató módon rendeződjék. A mi véleményünk az, és nagyon szeretném, hogyha valamelyik politikai éra ezt megvalósítaná, hogy szakítaná ezzel a hagyományos elképzeléssel, hogy a kollégiumi épületeket támogatja, tehát elsősorban maga a kollégiumi férőhelyet finanszírozza, függetlenül, hogy ki foglalja el. Jobb lenne egy olyan konstrukció, amikor a hallgatók ezt megkapnák lakhatási támogatásként, és a hallgató maga eldöntené ezzel a pénzzel, hogy most albérletet, kollégiumot és egyebeket vásárol. A Dédász RT kint lévőségei évről évre növekednek. Ennek oka a negyedévenkénti áremelés, mely már egyre több fogyasztót hoz fizetésképtelen helyzetbe. A megoldás mindenkinek fejtörést okoz. A Dédász RT ügyfélszolgálati irodáját általában az energia év végén, vagyis a végszámlák készhezvételekor keresik fel a legtöbben.
Az általános tapasztalat az, hogy a problémák többsége a részszámlák nem időben történő kifizetéséhez, azok alacsony általánydíjához, vagy a számlák nem fizetéséhez köthetők. Az iroda a legtöbb esetben segíti a megoldást. Általában, hogyha túl nagy a különbözet, akkor megegyezünk 2-3 havi részletbe, hogy hát ne egyszerre legyen a nagy összeg a fogyasztónak, egy kis segítséget tudjunk ezzel adni neki, ugyanis ő neki a következő hónapban mellette ott van már a következő részszámla is, amit fizetni kell, és azért egyszerre nem volna jó az a nagy összeg. Próbáljuk azért őket figyelmeztetni erre, mert még mindig egyszerűbb, hogyha így fizet, mint hogy egy összegbe globálisan az egészet kelljen neki befizetni. A DDoS érték kint lévőségei jelentősek. A negyedévenkénti áremelések egyre többeket kényszerítenek a kifizetések módosítására, azok elhalasztására. A problémáról bővebben ma esti Aktuális Stúdió című műsorunkban hallhatnak, ahol vendégünk lesz Péter Balázs, a DDoS RT kisfogyasztói osztályvezetője. Utólagos szigetelési munkálatokat kell elvégezni több kertvárosi lakásszövetkezeti lakásnál. Ennek költségét viszont a lakás tulajdonosoknak kell viselni. A panelépületek átlag életkora 25-27 év. Mai állapotuk viszont nem éri el az új távhőtörvény által előírt szabványértékeket. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az épület teljes hőszigeteltségének a megléte után minimum 4-5 fokos hőmérséklet növekedés jelentkezik a lakásoknál. Most, ha figyelembe vesszük az életbe lépett új távhőtörvényt, ami előírja az épületek 5 éven belüli mérés szerinti elszámolásra való áttérését, természetesen a hőszigetelés elkészülte után távfűtésben lakásonkénti költség megtakarítás jelentkezik. Az utólagos szigetelési munkálatokat a lakók fizetik meg. Ez 3 éves futamidőre havi 500-3600 forint többletköltséget jelent. Jelenleg a Júlia utcában és a Gyöngyös utcában 4 szintes lépcsőháznál összesen 120 lakásnál folyik a munka. Szeptember elejére további 3 tömb utólagos szigetelését tervezik. Macskási Izolda festményeiből, textil grafikáiból hétfőn délután a Gyöngyszem galériában nyílt kiállítás, melyet az alkalomhoz és a művésznő által feldolgozott témákhoz illően Mayer Mihály megyéspüspök nyitott meg. Macskási Izolda 1971 óta él Magyarországon. Marosvásárhelyvel hagyva az erdélyi, ausztriai, bolgár, lengyel és magyar képzőművészet iskoláit tanulmányozva alakította ki sajátos művészi technikáját, melyek kitűnő komponáló készségét, pszichológiai megfigyelésének mélységét is tanúsítják. Témái mind olyanok, ami jelesegyházi ünnephez szól, vagy egy nemzeti ünnephez. Tehát tulajdonképpen a piros tulipán, a fehér keretbe, a zöld levéllel az a népem, hazám, nemzetem. Asszony vagyok természetesen, anya-gyerek kompozíciók, és szerelmes is vagyok, tehát szerelmetes munkáim is vannak, és vagyok, élem az életem, élem az országom életét, népem, nemzetem életét. Ez ilyen egyszerű. A művésznő festményei, sejemre applikált textil grafikái egy hétig láthatók Pécsett a Gyöngyszem galériában. Évek óta nem rendezett ilyen rangos teniszverseny Pécs városa, mint amilyen a ma délelőtti megnyitóval kezdődött hivatalosan. A selejtezőket már az előző napokban megtartották. Nagy megtiszteltetés érte Pécs városát, ezen belül a teniszklubot, hogy Magyarországon először rendezhet 14 éves korosztályban nemzetközi teniszversenyt. Ezzel országunk, városunk is belépett azon európai országok és városok sorába, melyek évtizedek óta rendeznek hasonló nagy nemzetközi versenyeket. Európai országainak legtehetségesebb versenyzői mérek összetudásukat ilyen versenyen figyeltek fel először többek között Szeles Mónikára, Martina Hinginsre, valamint a férfiaknál Goran Ivaniševićre és Péter Kordára. A nemzetközi teniszverseny megnyitóját ma délelőtt 10 órakor tartották a Balokhány-ligeti teniszpályán. A döntőkre reméljük minél több magyar résztvevővel, szombaton és vasárnap kerül sor ugyanitt.
Kedves nézőink, Önök a Pécs TV híradójának szerdai kiadását látták. Szerkesztőségünk új hírekkel, friss információkkal legközelebb holnap este 18 óra 40 perckor jelentkezik, amikor is várja Önöket a műsorvezető Posta János. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra! Kárpát-medencébe hűvösebb, szárazabb léghullámok érkeznek. Az előttünk álló éjszaka csillagos égboltra számíthatunk. Csupán az északi ország részben növekedhet meg kissé a komoly felhőzet, de csapadéktól nem kell tartani. A gyenge légmozgás mellett hajnalban 7-10 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Reggelre pára és ködfoltok alakulhatnak ki, de ezek a délelőtt folyamán mindenütt megszűnnek. Holnap egy újabb, nedvesebb léghullám hatására megnövekszik a felhőzet, elszórtan kisebb záporok kialakulhatnak. Megélénkül helyenként megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 23 fok között alakul. Az ANTS jelentése Pécsváros levegő minőségéről. A vizsgált légszennyező anyagok átlagkoncentrációja az egészségügyi határértéket egyetlen esetben sem lépte túl. Megfelelő volt a város levegő minősége.